Az influenza még nem terjedt el a község területén, ez részben a szünidőnek és az alacsony hőmérsékletnek köszönhető. A szakorvos megbetegedés esetén az otthoni kezelést javasolja. Mivel a szervezetnek saját magának kell ebből a betegségből kilábalni, ugye, akkor még plusz ne terheljük már le azzal, hogy iskolába jár, hogy sportolni megy, hogy kint szaladgál és leizzad. Szóval mindenképpen beteg gyerek ne menjen iskolába, óvodába, meg a beteg ember sem menjen dolgozni. Az influenza elleni védőoltást a tüdőbetegségben, az aszmában, a szívbetegségben és a vesebetegségben szenvedő gyermekeknek ajánlják, azért, hogy a vírus ne roncson az állapotukon. Egyébként az orvosok nem ajánlják gyermekeknek az influenza elleni védőoltást. Én úgy vagyok vele, hogy ha elkapja, így is úgy is el fogja kapni, ha védekezünk ellene, ha nem. A védőoltással meg hát nem igazán vagyunk mink se úgymond, hogy jó viszonyban, mert nem szeressük ugye az injekciót, a gyerekek ugye nem szeretik. Hát a másik dolog, meg hát még én is írtózok tőle, én se szeretem. Önök hogyan védekeznek az influenza és egyéb ilyen téli vírusos megbetegedések ellen? Hát például tegnap épp gyömbért vásároltunk, és mézzel, illetve citrommal kevert ilyen házi patikát hozzuk mindig előtérbe, úgyhogy valószínűleg, hogy támaszkodunk a változatos táplálkozásra, mennyire lehetséges, meg sok levegőn való tartózkodás. Az influenza elleni védőoltást csak évente egyszer ajánlott. Magyar Kanizsán 500 darab ampulla ingyenesen kérhető. A védőoltások 95%-át 60 év feletti személyek igénylik.